És egy magyar sikerrel folytatjuk a ma reggelt. Nem tudom, hogy önök hallottak-e róla, de egy magyar hölgy vezeti a világ legintelligensebb embereit összefogó, világszerte mintegy 130 ezer tagot számláló nemzetközi Mensa szervezetet júliustól. Balanyi Bibiána megválasztása fantasztikus siker. Erős mezőnyben a magyarországinál sokkal nagyobb taglétszámmal működő nemzetközi egyesületek jelöltjeivel szemben diadalmaskodott, és most ő a vendége itt a stúdióban. Anikónak megtiszteltetésként ilyen intelligens hölgynek átadni a szót, parancsoljatok. Ha nem gondoltál, akkor köszönöm. Szeretettel köszöntöm, és nagyon gratulálunk, és szerintem nyugodtan mondhatunk, mondhatom, hogy mindannyian nagyon büszkék vagyunk, nem csak azért, mert egy magyar tölti be ezt a posztot, hanem hogy nő, és a valaha volt a legfiatalabb elnöke ennek a posztnak. Igen, ez azért is nagy fegyvertény, mert általában angol és amerikai menzatagok közül kerül ki a nemzetközi Mensa elnöke. Hát ennek több oka is van, elsősorban az angol száz hagyomány, illetve az az nem elhanyagolható tény, hogy az amerikai Mensának közel 50 ezer tagja van, a brit Mensának pedig 30 ezer. Nem tipikus, hogy hölgyeket választanak, eddig két elnök nő volt, mind a ketten nálam idősebbek voltak, korukat most ne firtassuk, úgyhogy nő is, fiatal is, és nem amerikai, nem angol, hát ilyen még nem volt. Ha valaki esetleg nem tudná, hogy mi ez a Mensa, akkor kérem, hogy mondja el, hogy kiket tömörít azon túl, hogy a legokosabb embereket. Igen, a Mensa a legintelligensebb embereket keresi, egy nemzetközi egyesület, amelynek 46 országban van egyébként tagszervezete, magyarországi tagszervező a Mensa Hungarica, amiről remélhetőleg már sokat hallottunk, de még a világ további 30 országában élnek menzások. A tagság egyetlen kritériuma egy felügyelő pszichológus által jóváhagyott intelligencia teszten olyan eredmény, amely jobb, mint az emberek 98%-áé. Tehát tulajdonképpen 100 emberből kettőt keresünk, ez jól hangzik, de azért a gyakorlatban... Mi az átlag? Az átlag 100, tehát az IQ-ból 100-as az átlag, tehát ezért messze fölötte van az átlagnak ez, amit keresünk, de ugyanakkor nem kell tőle megijedni, hiszen ezzel a fajta intelligenciával azért sok helyen találkozhatunk, ami nagyon örvendetes. Egyébként a Mensa egyetlen országban sem kötelezi el magát semmilyen ideológia, politika, vallás vagy egyéb meggyőződés mellett vagy ellen. Nincs ilyen szempontból véleménye, pártoktól, politikától, mindentől független. Hogy működik maga a rendszer? Ön például hogy került be? Hogy valaki észreveszi, hogy hogy ő nagyon tehetséges, nagyon intelligens, és mondjuk egy tanár vagy bárki azt mondja, hogy ki kéne tölteni ezt a tesztet, vagy én magam azt gondoltam, hogy szerintem én okos vagyok, és akkor jelentkezem. Ja, hogy az a rendszer, tehát nem most az elnök választás, hanem a Mensába való bekerülés. Igen, a rettenetesen egyszerű, bárki, aki késztetést érez magában, szeretettel látjuk a Mensa egyik hivatalos felvételi tesztjén, ehhez igazából nem kell különösebb felkészülés, de hogyha valaki ki akarja magát próbálni előtte, mert nagyon aggódik, akkor a www.mensa.hu, vagyis a Mensa Hungarica honlapján van egy olyan online teszt, ami a magyar menzások fejlesztése, és ebből a szempontból is egy világsikernek mondható. Ott ki tudja magát próbálni, és hogyha az eredmény tetszik neki, nyilván fog, hiszen aki már késztetésére érez, az annak általában sikerül is, vagy jó eredményt ér el, őt pedig ugye szeretettel várjuk a hivatalos tesztíráson. Na most, aki sikeres ezen a teszten, az kérheti a felvételét a Mensába, tehát az adott országban működő, jelen esetben ugye a Mensa Hungaricába, a magyar Mensába. Azt értem, hogy valaki nagyon okos és intelligens, mint ön, de hogy lesz belőle elnök? Hát ez már egy érdekesebb kérdés. Nagyon sokat segített nekem az a tény, hogy én ugye a magyar Mensának voltam majdnem 10 évig elnöke. Ez alatt elég sok kapcsolatot szereztem, úgymond a nemzetközben, a nemzetközi, tehát más Mensa szervezetek elnökeivel sikerült jó kapcsolatot kiépíteni. Ezen, és
Szerencsére úgy tűnik, hogy elfogadnak, vagy szeretnek. Emellett ugye én fordító vagyok, tehát jól, magas szinten beszélem az angolt, tehát anélkül ugye ez nem lehetséges. Illetve a magyar menzások támogatása is azért a hátam mögött van, de így sikerült elérni, hogy 35 országban gondolták úgy, hogy akkor legyek én, ugyanis demokratikus választások zajlanak, tehát a nemzetközi elnökséget, amely 5 tagú, az világon élő menzatagok választják közvetlen választás útján. Tehát szépen leadják a szavazatukat, lehet kampányolni, és akkor valaki nyer, ez szerencsés esetben most én lettem. De azért érdekes a dolog, mert tényleg Németországtól, vagy Koreától, Japántól, Spanyolországig, és nem tudom, Mexikóig ugye kap az ember szavazatokat, és azért az egy nagyon nagy dolog, hogy egy ennyire sokszínű és nemzeteken átívelő szervezet tagjai úgy gondolják, hogy egy magyar nő, aki én vagyok, testesítheti meg, illetve képviselheti ezt a nagyon érdekes szervezetet. Mit jelent maga az elnöki poszt? Milyen feladatokat jelent ez, hogy képzeljük el? Hát leginkább, hát mint minden egyesületnél az elnökségi teendők ahhoz hasonlítanak. Össze kell fogni az elnökség. Július 1-től mi az munkája? Igen, az össze kell fogni, főleg kettő szempontból érdekes a dolog, össze kell fogni a nemzetközi elnökség munkáját, és irányítani kell, illetve évente kerül sor mindig más országban az úgynevezett menza elnökök találkozójára, ez egy ilyen közgyűlésszerű képződmény, amit el kell képzelni, ahol minden ország, ahol menza működik, elküldi a saját elnökét, és ott egy ilyen agytröztként megbeszélik a menza ügyes-bajos dolgait, és elnökként majd én fogom ezt a közgyűlést vezetni, illetve hát ugye mindenféle ügyes-bajos dolog is hozzám fog tartozni, illetve hát ami talán a legfontosabb, hogy egy irányt lehet szabni ennek az egész nemzetközi szervezetnek, ugye, hogy ez olyan irányba haladjon, és úgy, hogy az mindenkinek jó, és mindenkinek szép, és mindenkinek klassz. És azt gondolom, hogy az sem mellékes, hogy hát a világ legokosabb emberei között fog ülni magyarként, akkor lehet, hogy egy kicsit a magyarokra is felfigyelnek. Mit jelent ez Magyarországnak, hogy ön az elnök? Nem akarom saját magamat dicsérni, de azért azt gondolom, hogy ez egy igen nagy dolog, hogy ilyen méretű országok, több nagy méretű menzával rendelkező ország jelöltjével szemben is én lettem az elnök. Ez egyszer elismerés ugye nekem, de legfőképpen Magyarországnak, magyaroknak, illetve a magyar menzának is ugye a támogatását mindenképpen szeretném megköszönni, és alapvetően sikerült az elmúlt 20 évben talán a magyar menzának is egy olyan hírnevet kiépíteni a nemzetközi menzán belül, a növekedésével, a különböző programjaival, hogy talán ez mind oda vezetett, hogy rám merték bízni. Hát mi nagyon-nagyon gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk önre, és jó munkát kívánunk. Én is köszönöm szépen, hogy itt volt.